11 asztalon közel 100-an pattogtatták a kaucsukot vasárnap a Várpalotai Bányász Sportkör asztali tenisz szakosztálya által szervezett városi asztali tenisz versenyen. A rendezvényen Talabér Márta polgármester mellett jelen volt Nátrán Roland, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség elnöke is. Az esemény díszvendége pedig a sportág világbajnoka Klampár Tibor volt, akivel a bátrabbak össze is mérhették tudásukat. 14 asztalon fog lezajlani a mai verseny. Hosszú szünet után újra működő Várpalotai Bányás Sportkör asztali tenisz szakosztálya közel 100 versenyző részvételével rendezte meg a városi asztali tenisz bajnokságot vasárnap. 14 asztalon zajlottak a küzdelmek a nap folyamán, ahol több csoportban és kategóriában hirdettek győztest a szervezők. A rendezvényen nagyon szép számban jelentek meg sportolók, hát közel 100 fős a létszámunk, ami azt hiszem, hogy egyedülálló akár a megyében is. Nagyon örömünkre szolgál, hogy körülbelül 40 fiatal ember, illetve hát úgy mondom gyermekkorú jelent meg, aki az utánpótlásnak az alapját képezi, és közel 60-70 felnőtt jelent meg. Most itt a nemekre nem is térnék ki, szerencsére vegyesen vagyunk, és különféle csoportokba, illetve kategóriákba nyújtottuk le ezt a rendezvényt. Ez úgy néz ki, hogy van egy újonc, egy serdő és egy ifjúsági kategória gyermekeknél, külön lebontva lányokra, fiúkra, és a felnőtteknél van egy férfi kategória, illetve egy női kategória, és ezen belül van páros rendezvény, tehát páros verseny hölgyek és férfiak számára is. A verseny az amatőr kategóriában és úgynevezett profi igazolt kategóriában kerül lebonyolításra, ezt külön választottuk, és ezek szerint fog majd az eredményhirdetés megtörténni. A versenyen tehát ifjabbaktól az örök ifjakig sok lelkes amatőr pattogtatta a kaucsukot, mellettük pedig a bányász versenyzői is megmérettették magukat. A tavaly újjáalakult szakosztály nem titkolt célja a sportág újjáélesztése, különös hangsúlyt helyezve az utánpótlás nevelésre. A VBSK keretein belül működő pingpongosok vezetőedzője Mikó Péter, akinek több szakember is segíti a munkáját. Garai Piroska, a bányász utánpótlás edzője, 33 éve pingpongozik, évekig a budapesti statisztikában játszott, NB-s és megyei bajnokságokban is szerepelt. Mikó Péter keresett meg engem tavaly augusztus eleje közepe felé, hogy indítsuk újra itt Várpalotán a pingpongos életet. Mi régebben egy csapatban a Pere Martonban játszottunk, csak sajnos annak a csapata szétszélett, és én eligazoltam máshová, Balatonfüreden játszottam, és onnan csábított el Péter engem, hogy itt akkor kezdjünk egy új életet Várpalotán, és segítsek be a pingpongos életbe. A nagyszabású rendezvény lebonyolításához a szervezőknek szerencsére sok támogatót sikerült megnyerniük. 10 asztal helyett tudunk felállítani 14 asztalt, ami szintén a megyében egyedülálló. Tehát ekkora rendezvény nem nagyon tudunk máshol megszervezni. Ugye külön köszönet még egyszer itt elsősorban a városvezetésnek, a Várpalotai Asztali Tenisz szakosztálynak, külön a Bányás Sportkörnek, Lancmar úrnak, illetve meg kell említenem az új Magyar Asztali Tenisz Szövetség elnökét, Nátrán Rolandot, ami külön megtiszteltetés előny úgymond a városi sporták számára, hogy ő várpalotai származású. Talabér Márta polgármester nyitó beszédében felelevenítette a 60-as, 70-es években elért remek eredményeket, majd megköszönte a Mikó család közreműködését és eddigi tevékenységét. Hozzátette, hogy az önkormányzat a jövőben is támogatja az asztali tenisz szakosztályt. A polgármester a sportág iránti szeretetét a versenyen való indulásával is kinyilvánította. A rendezvényen átadásra kerültek a Várpalota asztali tenisz sportjáért emlékérmek, akik az emlékplakettet megkapták, többszörös megyei, egyéni, valamint csapatbajnokok, és számos versenyen képviselték városunkat. 11:30-kor Nátrán Roland, a Magyar Asztali Tenisz Szövetségének elnöke kíséretében megérkezett Klampár Tibor világbajnok, a Magyar Asztali Tenisz aranykorának élő legendája. A szimpatikus világbajnok azonnal az asztalokhoz ment, és ütögetni kezdett a gyermekekkel, akik játék közben számos hasznos tanácsot is hallhattak Klampártól. A várpalotai asztali tenisz számára remek lehetőség, hogy Nátrán Roland a szövetség elnöke, várpalotai születésű, és különösen kötődik a sportcsarnokhoz, hiszen mintegy 20 éven keresztül sportolt az épület falai között. Az elnök kiemelte a Mikó család, különösen a családfő Mikó Péter eddigi áldozatos munkáját, amit az asztali tenisz újjáélesztése terén tettek. A verseny késő délutánig tartott. A résztvevők legnagyobb örömére Klampár Tibor is ott maradt a rendezvényen, és a bátrabbak össze is mérhették tudásukat a világbajnokkal.